Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Eperjesi Tímea vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Gemenc ZRT. Szokásosnál több a szúnyog. Új fenntartó. Változás a tolnai idősek otthonában. Szűrővizsgálatok. Szexáriakat kérdeztünk. Robotika és 3D nyomtatás. Modern technikai háttérrel zajlik a Tamási tábor. Megszűnt az erdőlátogatási tilalom, de rengeteg a szúnyog az ártéren. A hosszan elnyúló árhullám és a meleg időjárás kedvezett a szokásosnál nagyobb vérszívó populáció kifejlődésének a gemenci erdőben. Az ár levonult, de a mélyebb fekvésű terület részeken benn maradt a víz, azok az útvonalak még járhatatlanok. Az előző évekhez képest azt nem élvezhetjük, amikor ugye a Dunának nagyon alacsony a vízállása, és mindenki zátonyozni tud kint a Dunán, és viszonylag bent az erdőben is ebben az időszakban akár egy szár rövidgatyába lehet sétálni. Most ahhoz képest levonult a Dunán egy hosszan elnyúló árhullám, ugye megfelelő időszak van a szúnyogoknak a keléséhez, és így azt lehet tapasztalni, hogyha kimegyünk az erdőbe, akkor nem hogy rövid nadrág, hanem mindenkinek javasoljuk, hogy hosszú öltözet, nem testhez simuló, nem testhez tapadó, hanem tényleg inkább egy ilyen lazább öltözék, de mindenféleképpen hosszú nadrág, hosszú fölső, és mellette pedig szúnyogriasztót hozzon mindenki magával. Ez az ártéri erdőnek a velejárója. A Gemenc ZRT úgy tervezi, hogy hamarosan újra tudja indítani a kisvasút menetrend szerinti járatait a pörbői ökoturisztikai központból, de a kiállítások zavartalanul megtekinthetőek. Nyilván a VAD számára ő nem tud úgy dönteni, hogy akkor most nem az erdőbe megy ki túrázni, hanem neki ott kell élnie. Neki ilyenkor a legjobb megoldás, és azt lehet látni, hogy felkeresnek vizes területeket, dagonyázókat, és ilyenkor az idejüknek a nagy részét napközben ott töltik, és esti időszakban, amikor a szúnyogok elülnek, és jóval kevesebb található belőlük, akkor mennek ki és táplálkoznak. Úgyhogy most egy kicsit az ő életük is megváltozik, de ez a nagyon-nagyon meleg, ez kedvez abban nekünk is, hogy a szúnyogok szaporodását azért egy idő után már gátolja, úgyhogy reméljük, hogy haladunk előre itt a nyári időszakban az időbe, majd ez a szúnyog mennyiség azért csökkenni fog. A gemenci ártér körülbelül háromnegyede Tolna vármegyében terül el, így az ott kialakult szúnyoginváziót a saját bőrükön tapasztalhatják a környező településeken élők. A Tolnai Képviselő Testület 2024 áprilisában úgy döntött, hogy a Máltai Szeretett Szolgálat fenntartásába kívánja adni a településen működő idősek otthonát. Az intézményben jelenleg 42 lakó él, akikről egy 18 fős személyzet gondoskodik. A napokban hivatalosan is megtörtént a váltás. Appelsoffer Ágnes, a város polgármestere elmondta, hogy továbbra is a magas színvonalú és kifogástalan ellátás a cél. Július 1-től nagy-nagy örömünkre sikerült végre átadnunk az intézményt. Eddig a Családsegítő Központ működtette, és én azt gondolom, hogy nagyon magas szakmai színvonalat igyekeztünk az intézménybe képviselni, de hát nekünk ez nem a profilunk, úgyhogy nagyon örülök annak, hogy végre sikerült a Magyar Máltai Szeretett Szolgálatnak átadni, hiszen nekik ez egy nagyon fontos profil az idős emberek ellátása, úgyhogy én nagyon bízom benne, hogy akár az ott dolgozók, akár az ott élők és a hozzátartozók megelégedésére történik mindez. Mindenki maradhat az intézménybe, akár dolgozó, akár ellátott, és én nagyon remélem, hogy az átállás zökkenőmentes lesz. Jónás Gergely, a Dél-Dunántúli Központ regionális ügyvezetője beszélt az intézménnyel kapcsolatos jövőbeli tervekről. Az intézménynek a működési feltételeit, a gazdálkodását, a humán erőforrás kérdését kell napirendre vennünk. Értem ez alatt például azt, hogy a jelenlegi létszám nem elég arra, hogy ezt a 42 főt folyamatosan északi műszakban és a hétvégi nap és ünnepnapokon is megfelelő létszámot tudja ellátni. Ezzel foglalkozunk el. A gazdálkodásában vannak jelentős kérdések, ami a hosszú távú fenntarthatóságnak mindenképpen egy alapfeltétele lesz, hogy ezeket rendbe tegyük. De természetesen nem várunk, tehát ez idő alatt én azt gondolom, hogy a
mindenképpen párhuzamosan már el fog kezdődni a lakókat érintő bizonyos fejlesztések, programok bevezetése, ami a Málta intézményeket egyébként általában jellemzi is. A Tolnai otthon a Szekszárdi Palánki útival együtt alkot egy egységet két telephellyel. Ez azért nagyon fontos, mert hogy az idősek állapota és a lehetőségei, képességei is különböző ellátási igényeket vetnek fel. Egy nehezebb, mozgásában korlátozottabb állapotban lévő idősnek inkább magasabb ápolási szükséglete szokott lenni erre, jobb, ha egy olyan intézményi feltételrendszer áll rendelkezésre, ahol kicsit a kórházi ápoláshoz, a kórházi ellátáshoz hasonló vagy ahhoz közelítő ellátás áll rendelkezésre, és az is jó, hogyha valaki még nincs ilyen állapotban, hanem fentjáró, jó egészségnek örvend és önellátó akár, ő neki meg ezt a feltételrendszert tudjuk biztosítani, és csak olyan mértékben szolgáljuk ki, amilyen mértékben erre neki szüksége van. Hivatalosan július 1-től került a Máltai Szeretett Szolgálat fenntartása alá az intézmény, ami ezentúl a Gondviselés Háza Tolnai Idősek Otthona néven működik tovább. A napokban tett bejelentést egy szekszárdi nő, mert ellopták a lezáratlan bicikliét az egyik nagyáruház előtti kerékpártárolóból. A rendőrök a hölgy leírása alapján elkezdték a keresést. Ezzel párhuzamosan egy órán belül telefonon értesítették a Paksi autópálya alosztály járőrét, hogy egy férfi teker a leállósávon Pécs irányába. Az igazoltatott fiatalember elmondta, hogy Szekszárdon kötötte el a kerékpárt. Hazafelé indult, de eltévedt, így került fel a strádára. A 25 éves elkövető ellen a lopás miatt szabálysértési eljárás indult. A közlekedési szabályok megsértése miatt 30 ezer forintos helyszíni bírságot kapott. Fontos szerződést írt alá egymással a Titán 2 JSC koncern, Oroszország egyik legnagyobb dinamikusan fejlődő mérnöki és kivitelező vállalata, és a hazai Bayer Construct Zrt. A magyar cég az építőipar meghatározó szereplőjeként hamar fókuszba került. A tárgyi szerkezetépítési munkákról már közel egy éve zajlottak az előkészítő egyeztetések a felek között. A most aláírt megállapodás az 5-ös blokk nukleáris szigetének több épületét érintő 3 méter vastag beton alaplemezek megvalósításáról szól. A Bayer Construct Zrt. Olyan nagy projekteken bizonyított korábban, mint az Aréna vagy az Etele Pláza, valamint az Agora Központ irodaházai. Ponyhádon piaci napokon, tehát kedden és pénteken autóbuszjáratot indít az önkormányzat a helyi tömegközlekedést segítve. Egyelőre próba jelleggel július 2-a és augusztus 2-a között rendelte meg a szolgáltatást a Volánbusz Zrt-től. A próbajárat működtetése során forgalomszámlálást végeztetnek, és annak ismeretében döntenek majd az állandó tanszünetre kiterjedő bevezetéséről. Változnak az egészségügyi jogszabályok, kötelező lesz elmenni többféle szűrővizsgálatra is. Az új szabály 2025. január 1-én lép hatályba. Szekszárdiak véleményét kérdeztük. 25 és 65 év között népegészségügyi céllal egyszeri, negatív eredményű szűrővizsgálatot követően 3 évenként méhnyakszűrés, 45 és 65 év között 2 évenként emlőszűrés, 5 és 70 év közötti életkorban 2 évenként vastag és végbélszűrés. Ezeket a vizsgálatokat fogják érinteni az új szabályok. Ha valaki a kötelezettségnek nem tesz eleget, az egészségügyi államigazgatási szerv a vizsgálatot határozattal rendeli el, amely azonnal végrehajthatóvá nyilvánítható. Ennek az új rendszernek a bevezetését egyesek örömmel fogadták. Teljesen jónak találom, ki lehet szűrni a betegségeket, a rákbetegségeket, stb. Igen, ez egyetértek vele teljesen, teljes mértékben. Magyarországon nagy probléma, hogy a súlyos és sok esetben már előre haladott daganatos betegeket sokszor csak nagyon későn diagnosztizálják, ami az intézmények leterheléséhez és a költségek megnövekedéséhez vezet. Néhányan az ország általános egészségi állapota miatt értenek egyet a kötelező szűrések bevezetésével. Mert szerintem eléggé lent van a magyaroknál az egészség szempontjából minden nap. Egy nem jutnak el rendes vizsgálatokra, belekényszerítik őket a magárendelésekre, amit nagyon sokan nem tudnak megfizetni.
Felvetődött a szekszárdiakban az is, hogy a kórházak már így is túlterheltek. Vajon hogyan fognak boldogulni a még több vizsgálat lebonyolításával? Vannak, akik a módszereken változtatnának a betegségek kiszűrése érdekében. Én mindig, amíg nem voltam beteg, akkor is jártam, most pedig kötelező az alapbetegségeim miatt. Hallottam a rádióban, hogy kötelezővé teszik a szűrést. Nekem ehhez van egy megjegyzésem. Nagyon jó, de nem ilyen formába tenném ezt a rákszűrést, ugyanis a CT világában sokkal egyszerűbb és fájdalommentesebb, kíméletesebb módszer lenne a CT vizsgálat. Ugye az az egész testre kiterjedő vizsgálat. Nem vigyázunk magunkra. Ez a kijelentés többször elhangzott a helyiektől. Akad azért kivétel, van, aki rendszeresen jár a kórházakba megelőzés érdekében. A mammográfiára rendszeresen járok, vastagbélszűrésen is voltam, tehát ilyen mindenhol megyek, ahova kell. Csontritkulás vizsgálatra járok, úgyhogy ott vagyok. A változtatás célja, hogy a súlyos betegségeket időben felismerhessék, hiszen a korai diagnózis jelentősen növeli a gyógyulás esélyeit és csökkenti a kezelés költségeit. A rendőrség 2024-ben a legvédtelenebb résztvevők, a gyalogosok és a kerékpárosok közlekedésbiztonsági helyzetének javítását tűzte ki célul. A bicikli baleseteknél a fejvédő használatával megelőzhető, elkerülhető lehet a súlyosabb sérülés. Idén az elmúlt év azonos időszakához képest nagyjából 50%-kal több incidens történt. Egy ilyen eset apropóján a Tolna Vármegyei Balesetmegelőzési Bizottság és a Tamási Rendőrkapitányság két fiatalnak adott át egy-egy védősisakot és különböző láthatósági kiegészítőket. A fiúk június 20-án délután Hőgyészen kerekeztek, amikor egy kanyarodás során összeütköztek és mindketten elestek. A szekszárdi harmadik kor egyeteme előadássorozat a Pécsi Tudományegyetem kultúratudományi, pedagógus képző és vidékfejlesztési kar szervezésében véget ért. Egy sikeres projektet tudhatnak maguk mögött a résztvevők és az intézmény egyaránt, ami a Szekszárd megyei jogú város önkormányzata és a déli szomszédos közérdekű nyugdíjas szövetkezet támogatásával valósult meg. A 2023-24-es tanév tavaszi szemeszterének 4 előadására közel 50 helybeli regisztrált. A legalább 3 előadás megjelent 125 fő számára az emléklapot és a PTE-KPVK könyvajándékát professzor dr. Nagy Janka Teodóra, a képzés szakmai vezetője és Csötönyi László, a Kultúra, Civil Szervezetek, Város Marketing Bizottság elnöke adta át. Bonyhádon melegködös, illetve ULV-s technológiával földi kémiai szúnyoggyérítést végeznek 2024. július 4-én az esti órákban. Az irtószer kizárólag az erre érzékeny rovarokat pusztítja el, emberre és melegvérű állatokra nem jelent veszélyt. Az eljárás esetén keletkező sűrű köd néhány percig a területen lebegő fejti ki hatását, és elpusztítja a vele érintkező vérszívókat. A kezelés napján javasolt összegyűjteni vagy letakarni a szabadban tárolt gyermekjátékokat, élelmiszereket, evőeszközöket, szabadban szárított ruhákat. A folyamat idejére és az azt követő egy órában javasolt az ablakokat, ajtókat zárva tartani és a külső levegőt bejutató mesterséges szellőztető berendezéseket kikapcsolni. A Tolna Vármegyei Szakképzési Centrum Vályi Péter Szakképző Iskola és Kollégium idén is robotika, illetve 3D tábort szervezett a diákoknak. A július első két hetében zajló eseményre az általános iskola felső tagozatos diákjait várják, ahol tematikus foglalkozásokkal telik majd a gyerekek hétköznapjai. Modern eszközökkel ismerkedhettek meg a 3D nyomtatással és annak működésével a gyerekek a Tamási Vályi Péter szakképzőiskolában. A 3D nyomtatás egy nagyon új és innovatív technológia, ami gyakorlatilag már a mindennapjainkat körülölelte, hiszen nem igazán tudunk mondani olyan iparágat, vagy olyan munkakört, ahová most már ez nem gyűrűzött volna be, egészen az orvoslástól, a divatig, a műszaki technológiáig minden egyes olyan szegmensben már megtalálható, ahol akár innovatív folyamatokról, vagy kreativitást igénylő folyamatokról van szó. A diákok Lego robotot is építettek, amelyet saját maguk terveztek meg, illetve programoztak be.
A LEGO robotok egy olyan innovatív oktatási technológia, amely során akár a finom mechanikai mozgásokat, akár a logikai képességeket, a programozásnak a gyakorlatát is el tudják sajátítani a tanulók, és mindemellett úgy láthatjuk, hogy nálunk is párban dolgoznak a tanulók, akár a csapatmunkát, a kommunikációt és az egymással való közös munkát is tudják gyakorolni a tanulóink. Nagy Bendegúz örömmel érkezett a táborba. Én mindig is szerettem a gépekkel foglalkozni, kiskoromban rengeteget legoztam, és hát amit meghallottam, hogy LEGO robot építés, egyből bekattant, hogy én ide szeretnék jönni. Elmondta azt is, hogyan telt el egy napja. LEGO robotot építettünk, ugyanis holnap harcolni fogunk vele, és fejlesztettük meg, mindenfélet csináltunk vele. Nemesi Péter izgatottan érkezett a nyári foglalkozásokra. Engem mindig is vonzott ez az informatika, robotika, ezek az ágak, és mikor megtudtam, hogy lesz ez a tábor, hát én röbdöstem az övömtől, azonnal könnyörögtem ívesenek be, hát nem kellett kétszer mondani. A Tolna Vármegyei Szakképzési Centrum Vályi Péter Szakképzőiskola három turnusban hirdette meg a modern technikát használó nyári táborát, amelyre idén is maradéktalanul beteltek a férőhelyek. Regionális híreink következnek. Bértámogatás Baranyában, vissza nem térítendő támogatás álláskeresőknek. Élhetőség épített környezet kihívások. Nemzetközi konferenciát rendeznek Pécsen. Új vasúti épületek, 2 milliárd forintos fejlesztés a Dél-Balatonon. Újra indította Paktum programját a Baranya Vármegyei Kormányhivatal a Baranya Vármegyei Önkormányzattal együtt. A vissza nem térítendő támogatást a Baranya Vármegye területén élő elsősorban a gyesről, gyedről munkába visszatérő kismamák részesülnek előnyben. Azonban az 50 éven felüli álláskeresők és inaktív személyek is igénybe vehetik a támogatást. A Paktum programot az elmúlt 7 évben is működtette a Baranya Vármegyei Kormányhivatal. Akkor toppos forrásként, most az új támogatási időszakban hasonló konstrukciót top plusz forrásokból tudják közösen működtetni a Vármegyei Önkormányzattal, mondta Horváth Zoltán főispán. A rendelkezésre álló keretünk az kicsivel több mint 2 milliárd forint. Ezt elsősorban azokra a kismamák támogatására szeretnénk fordítani, bértámogatás formájában, akik az elmúlt évben a munkaerőpiac helyett otthon a kisgyerekükkel voltak. Viszont nagyon megváltozott azóta a munkaerőpiac, ezért őket erre fel kell készíteni, speciálisan kell velük foglalkozni, ezért is örültünk, hogy ezt a kezdeményezésünket, amit a Baranya Vármegyei Kormányhivatal tett, hogy ezt a célcsoportot külön is kiemeljük az álláskeresők közül, a Vármegyei Önkormányzat elfogadta, és így közösen csak nekik tudunk egy ilyen programot csinálni. A nyár egyébként is a foglalkoztatások újraindításáról szól, ugyanis nagyon népszerű konstrukciókat és programokat indítottak el, tette hozzá a Baranya Vármegyei Kormányhivatal főispánya. Jelen pillanatban több ezeren vesznek részt a nyári diákmunkaprogramunkban, és a GINOPOS programjaink is újra fognak indulni, ezzel is támogatva Baranya gazdaságát, a baranyai foglalkoztatás politikát. A vissza nem térítendő támogatás Baranya Vármegye területén élő, elsősorban 50 éven felüli álláskeresők és inaktív személyek is igénybe vehetik. A programról és a támogatásokról bővebb információ a járási hivatalok foglalkoztatási osztályain kérhető, ahol a kérelmek is benyújthatók. A támogatási feltételekről a www.munka.hu, illetve a www.kormányhivatalok.hu oldalakon található információ. Az élhetőség egyre fontosabbá válik a Földön élők számára, hiszen folyamatosan növekszik a bolygó lakossága, és globális léptékű a városiasodás, írják a Pécsi Egyetem közleményében. A műszaki és informatikai kar ad otthont az épített környezet és az élhetőség témakörét vizsgáló konferenciának. Az eseményt július 8-án és 9-én rendezik. Felvételek Pécsről, ahol sokan élik az életüket ebben az épített környezetben, de mitől lesz élhető az épített város? Erről tanácskoznak Pécset az egyetem műszaki karán. Az a fő felütés, hogy az, hogy az emberben, aki az épített környezetben mozog, valamilyen érzetek kialakulnak egy házban,
az nyilvánnak akár élettani hatásai is lehetnek. Mindenki tudja, hogy egy növény a pincében nem fog megélni, és mégis akár az élettő 80%-át épített terek között élve, ez valahogy mégsem evidens, hogy az emberre hat a környezete, és akár kedvezőtlen, vagy kedvező irányban is. Az épületekben élünk, dolgozunk, így több szempontból fontos, hogy ezeket hogyan alakítjuk ki, mondja a szakember. Amikor gondolkodunk ezen, főleg az van fókuszban, hogy a produktivitás, akár egy munkatér esetében a produktivitás milyen, és lehet, hogy aki a munkaadó ezen olyan szempontból tovább gondolkodik, hogy milyen teret alakítson ki annak érdekében, hogy a munkavállalói ne aludjanak el munka közben, és éberek maradjanak, és termeljenek produktivitást. Tehát mi ezeket szeretnénk kifordítani picit a sarkából, hiszen ez ennél szerintünk árnyaltabb kérdés, mint hogy pusztán egy HR-est érdekeljen, hogy például az épített környezet, a belső terek hogyan hatnak a munkavállalók egészségére. A környezeti változások, például a klímaváltozás, a fenntarthatóság fontos szempont ma már a tervezőknek. Az előírások is sokat változtak az utóbbi 20-30 évben. Több szakmaterületet érint ez a kérdés az építés szerint. Azok a házak, amelyek 20-30 éve épültek, még 20-30 év múlva is meglesznek. Tehát amikor egy építész egy feladatot kap, és abból egy ház lesz, ott igen, be kell kalkulálni azt is, hogy hogyan változik majd a környezet, hiszen ez egy hosszú távú infrastruktúra meg ott marad a helyén, és hát azt tudjuk, hogy egyre szélsőségesebb és kitettebb a környezetünk az időjárás változásainak. Összeérez szintén, de még egyszer hangsúlyozom, tehát ez sem csak építészeti kérdés, hanem ha energetikát mondok, akkor itt már az épületgépészeknek, a villamos tervezőknek, a város tervezőknek hasonlóképpen, de akár a szociológusoknak is hasonlóképpen szerepük van. Tehát ez egy kérdés rengeteg területet kinyit, arra számítunk, hogy rengeteg tudóst, kutatót megszólít, akár ezen a konferencián is majd. Július 8-án és 9-én a Belgrádi Műszaki Egyetem építészeti kara és a Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kara által rendezett nemzetközi konferencián az élhetőség lesz az egyik kulcsfogalom. A 9. alkalommal megszervezett és ez évben Pécset zajló tudományos tanácskozás célja olyan módszertanok és városi építészeti vagy szerkezeti tervezési ötletek megvitatása, amelyek az épített környezet élhetőségének erősítését segíthetik. Csaknem 2 milliárd forintnyi uniós támogatásból újult meg Balatonszéplak felső és Balatonfenyves vasúti épülete. A déli vasútállomások rekonstrukciója projekt keretében a széplaki régi épületet lebontották, és teljesen új, modern kiszolgáló helység épült. Fedett váróterem, mosdók, kerékpártárolók és parkoló várja az utazókat. Balatonfenyvesen ez a rekonstrukció 1,4 milliárd forintba került. Az állomás és a megállóhely minősége, valamint az utazási komfort is javult a beruházásokkal, fogalmazott Bogdán Béla, az Építési és Közlekedési Minisztérium főosztályvezetője. A minisztérium számára kiemelten fontos az innováció és a fenntarthatóság. Ennek érdekében mindkét épületre telepítettünk napelemrendszert, illetve hűszivattyús fűtő és hűtőrendszer is beépítésre került. Az utasok további biztonságának fokozását, mint a vagyonvédelmet pedig egy kamerarendszer is biztosítja. Az épületek mellett sem ahogy körülöttünk is látják, megújultak a parkok, illetve az épületeknek a közvetlen környezete. Ez ugyanígy megtörtént Balatonfenyvesen is, és a rekonstrukciónak köszönhetően az állomás és a megállóhely minősége, valamint az utazási komfort is méltán fog tudni javulni, ami továbbiakban is bízunk benne, hogy hozzájárul a balatoni térség érdemi fejlesztéséhez és fejlődéséhez, és a minél több idelátogató vendég és turista méltó kiszolgálásához. Móring József Attila országgyűlési képviselő szerint a vasútvonalak korszerűsítése után az illetékesek arra is gondot fordítottak, hogy az állomások és megállóhelyek is megújuljanak. Ezáltal válik majd teljessé ez a szolgáltatás, és reményeink szerint
ez a színvonal emelkedés, ez azt eredményezheti, hogy többen választják a főváros irányából a Balaton megközelítésére a vasutat. Tudjuk jól, hogy főleg pénteken és vasárnap az M7-es az szinte járhatatlan. A Balatonsziplak felsői és fenyvesi vasútállomás korszerűsítés csak első elemei voltak egy komplex felújítási programnak, és ezek az épületek nem csak a vasúthoz, de az adott városhoz is jelentenek egy kaput, egy csatlakozási pontot, emelte ki Szilágyi Tibor, a MÁV fejlesztési főigazgatója. Kialakult egy olyan közel 200 állomást tartalmazó fejlesztési program az északi, illetve déli parton, aminek az első két épületet tudjuk most átadni. Balaton Széplak felsőn és Balaton fegyvesen is azt látjuk, hogy az összes többi tervezett helyszínen is, hogy ezek a felvételi épületek nem csak a vasúthoz jelentenek kaput, hanem a városnak is adnak egy csatlakozási pontot a vasúthoz. Tehát meg kell teremteni ezt az átmenetet, hogy a vasút ne elvágja, hanem összekösse ezeket a településeket. Itt Siófokon is, itt Siófokon belül is több megállóhely és vasútállomás szolgálja ki az utasokat. És ez a kapu nem csak képletesen kapu, hanem szó szerint, ha a mögöttem lévő épületre néznek, hiszen az utasoknak, a mai elvárásoknak megfelelően nem csak hűtött-fűtött várótermet, nem csak utasmosdót, hanem egy olyan beállóteret is biztosítottunk, ami egyébként már évtizedek óta vagy egy évszázada ismert, ahol egy tavaszi vagy őszi időszakban szabad levegőn, ugyanakkor mégis fedett helyen tudnak várakozni akár egy esős időszakban is. A tervek szerint 2025-től folytatódnak az épületkorszerűsítések mind az északi, mind a déli oldalon. Nézzük Tolna vármegye híreit még egyszer röviden. Gemenc ZRT, szokásosnál több a szúnyog. Új fenntartó, változás a tolnai idősek otthonában. Szűrővizsgálatok, szexárdiakat kérdeztünk. Robotika és 3D nyomtatás, modern technikai háttérrel zajlik a Tamási tábor. Pénteken csapadékmentes, szikrázóan napos idő következik. A reggeli szorványosan még meglévő mérsékelt felhőzet gyorsan eloszlik. Többségében gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás. Éjjel csillagfényes, nyugodt időnk lesz. Friss hírekkel legközelebb péntek este jelentkezünk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!